estét kívánunk! Nyilván minden zenekar elmondta, aki eddig itt fellépett, hogy mennyire rohadtul várta ezt a pillanatot. 9 hónap után vagyunk újra színpadon, és mosolygunk, basszus pedig. De mi vagyunk a szomorú srácok, ugyebár. De hát ez elképesztő, nagyon köszönjük. Nem fogunk sokat dumálni, de nagyon nagy élmény tényleg. Sziasztok! Itt vagyunk Minifishingen, és itt van velem az Esti Kornél 2 tagja. Köszönöm szépen, srácok, hogy elvállaltátok az interjút. Elsőnek így, milyen itt Torfűn, milyen a hangulat? Vártátok azért, remélem ti is már, hogy újra elkezdhessétek ezt. Ja, sziasztok! Köszi a kérdést! Igazából most érkeztünk egy 20 perce kb. Úgyhogy még csak az állézást hallottuk az 1-1-es mérkőzés után, amit mi is néztünk egyébként a buszban. De hogy önmagában az, hogy egy fesztiválra begurultunk, itt emberek vannak, nem tudom, így egy színpad fogad minket, ez nyilván a 9 hónap kiadás után egy ilyen nagyon érdekes, meg ilyen újszerű érzés. De közben meg valahol egy nagyon ismerős és egy ilyen nagyon otthonos dolog, úgyhogy egy pár óra múlva még bővebben tudnék erre válaszolni, amikor már koncerten túl vagyunk. És az elmúlt egy év hogy telt nektek? Nehezen éltétek meg? Sikerült így is azért a felkészülés mindenre? Illetve hát akkor gondolom ez most már egy nagy pillanat, hogy újra itt vagytok. Hát nagyon rossz volt abból a szempontból, hogy hiányoztak a koncertek, hiányzott a közönséggel ez a fajta kommunikáció, meg visszajelzés, de ugyanakkor meg olyan szempontból nem unatkoztunk, hogy most itt több időnk volt a műhely munkára, de tavaly összerakt. Például a tavalyi évünk az nagyjából arról szólt, hogy itt maradtam az éjszakában, lemezt készítettük el, ami egyfajta ilyen, most kicsit nagyképpen fogalmazva, ilyen pályaösszegző best of lemez volt a részünkről, teljesen más kontextusba helyezve a dalokat, amihez kisfilmet is, sőt nem is olyan kisfilmet, hanem gyakorlatilag egy órás filmet is forgattunk. Tehát ez egy elég, az úgy kitöltötte a tavalyi évünket, és idén pedig elkezdtünk a következő lemezen dolgozni. És úgyhogy gyakorlatilag így a zenekar működött, meg abszolút így figyeltünk erre, hogy azért itt így házon belül történjenek a dolgok, hogy ne essünk ki, ne szélegyünk szét, de hát nagyon jó azért most már így belecsöppenni így ebbe a részébe is. Holnap jön ki pont egy új videóklippetek. Milyen volt ennek a forgatása, esetleg a dalról tudnátok-e mesélni? Igen, valóban ez az Utána című új dalunk, ami holnap jelenik meg, és ugye viszonylag kevés videóklippünk készült így az elmúlt 15 évben, ennek főleg ilyen anyagi okai voltak, eléggé költséges egy ilyen profi klipnek az összerakása. De ez most egy olyan pillanat volt, amikor azt gondoltuk, hogy 2,5 év után, hogyha nem tekintjük ezt a lemezt, ezt az Itt maradtam az éjszakában, tehát ilyen sorlemeznek, mert hogy azon ugye már ismert dalok voltak. Szóval tulajdonképpen 2,5 éve nem jöttünk ki új dallal. És ennél a dalnál úgy éreztük, hogy ez most egy klippet megérdemel, meg egy klippet kíván. Úgyhogy Madzag Izabella barátunk, ismerősünk, aki egyébként rendező, dokumentumfilm rendező, ő felajánlotta, vagy őt megkerestük tulajdonképpen azzal már egy korábbi beszélgetés alapján, hogy akkor most lenne az a pillanat, amikor jó lenne egy videóklipet összehozni, és nagyon tetszett neki a dal. A zenekar egyik fele egy autót kísér, a másik fele pedig egy autót tologat a klipben. Ennyit azt hiszem elárulhatok így előzetesen. Ennyire kicsit azért művészibb az egész kontextus, mint ahogy itt most én így előadtam. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy hallják az emberek, és nyomjuk az új számokat, tehát hogy írjuk folyamatosan az új lemezt. Ha már új lemez és nyár, mik a tervek? Gondolom most, hogy minden megnyitott, azért mentek ti is fesztiválról fesztiválra, koncertről koncertre. Hogy képzelitek el ezt az idei nyarat? Hát szerencsére most lesz egy csomó koncertünk július-augusztusban. Tehát gyakorlatilag szinte az összes fesztiválon ott leszünk, ami így ennek a fajta zenei szintérnek szól, amiben mi is vagyunk. Úgyhogy ez így nagyrészt ki fogja tölteni a nyarunkat, és hát utána pedig, meg amennyire lehet közben, azért gyúrunk a lemezre. Tehát szeretnénk még év végéig, valamikor november környékén kijönni az új albumunkkal.
Úgyhogy hát ez így ki fogja tölteni az időnket rendesen, úgyhogy nagyjából. Hát az elkövetkező fél évet azt így képzeljük el. Köszönjük szépen az interjút, és hát jó koncertet nektek. Köszönjük. És köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok!